A Vajdaság az autonómia demokratikus konszolidációjának kihívásai című brüsszeli konferencián Vajdaság alkotmányjogi helyzetéről, státuszáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról, az intézményes párbeszéd kérdéséről, a parlament helyéről, szerepéről, a törvényalkotás folyamatáról esett szó. Lényegre törő, de ugyanakkor támogató és pozitív mondatoknak a tömkelege hangzott itt el, amikben voltak nagyon komoly elvárás jellegű üzenetek is, elég jelentős rámutatás arra, hogy a Vajdaság kérdése ebben a pillanatban nyitott kérdés sok tekintetben, hogy elképzelhetetlen szerbia-európai közeledése úgy, hogy ezekre a kérdésekre nem keresünk és nem találunk választ. Elképzelhetetlen Szerbia uniós tagsága úgy, hogy ezek a kérdések hosszú távon nem oldódnak meg. Súrján László, az Európai Parlament alelnöke szerint a vajdaságiak jó úton járnak. A figyelmet, ahogy a vajdaságiak most próbálják, elsősorban a probléma megoldás módjára kell helyezni, és ez az európai út. Tehát vitákon keresztül érni el egy közösen elfogadható megoldást. A vajdaság helyzete Szerbiában nem a kisebbségi probléma körül, hanem a gazdasági problémák körül csúcsosodik ki. Pa ja bih rekao da su ti paneli veoma dragocjeni, koliko za Europsku uniju, za Europski parlament, koliko su dragocjeni i za dijalog unutar Vojvodine. Jer Vojvodina jednostavno još nije prevazišla sve te frustracije koje su vezane sa oduzimanjem autonomije za vreme Miloševića. I to je sve proces koji još uvek traje. Biti Vojvođanin ili Vojvođanka i to jasno reći, biti ponosan na to, to je cilj kojeg jednostavno Srbija mora promovisati. A régiós feszültségeket még az EU-ba való belépés előtt meg kell oldani. A következő országjelentésben biztosan benne lesz a vajdasági autonómia kérdése is, és az is, hogy meg kell születnie a finanszírozási törvénynek. A feszültségek enyhítése és megoldása az elsődleges feladat a jövőben.